Április végén könnyed, humorral átitatott hangvételben hallhatott a szerelemről a makói közönség. Seres Tamás rendezésében kortárs költők művei hangoztak el, Borbély Alexandra és Hajdú Steve színművészek előadásában. Zenélt és közreműködött a produkcióban Lotfi Pegi. Két malomban őrölünk ma, kedvesem. Két majomként örülünk meg csendesen. Egy malomban morgolódol, s nem értem. Más malomban zsörtölődöm, s nem érted. Két malomban morzsolódunk, dohogva. Két malomként jár agyunk a pokolban. Két malomban forgolódunk egyetlen egy fekhelyen. Álmainkban egyre görget fodrozódó végtelen. Nagyszerű művészek működtek közre a felolvasó esteken, amelyekkel a marosparti közönséget örvendeztették meg. Seres Tamás rendező elárult a stábunknak, hogy kimondottan ide készültek ezek a produkciók Makóra. Továbbá kitért arra is a rendező, hogy milyen témájú műveket válogattak össze ez alkalomból. És az egyik szólt a szellemről, az egy kicsit komolyabb volt. Ez a mai meg a szerelemről, csak arra gondoltam, hogy ha már szerelem, akkor legyen egy kis szójátékos szerelem. Tehát, hogy nem kell szó szerint venni mindent, ezért aztán Varró Dani meg Lackó János őrületei. És akkor teljesen véletlenül jött Marian, itt kaptam egy könyvet, ezt mutatom közben, tehát egy helyi író. És hát beleillett egy foci költemény, úgyhogy illett a szerelem mellé, meg egy kis foci is mellé, ha már ma úgyis BL meccs van, úgyhogy kicsit ráhangoltuk a közönséget. Egyébként a versek szeretete, szóval nekem az életem, én ezzel foglalkozom. Tehát a Várkertben is egy ilyen sorozatot csinálok, a Fischer Iván lakás színházában is nagyon sok versel foglalkozunk. Tehát főleg az irodalom meg ilyesmi, tehát a tévézés mellett, mert eredetileg tévérendező vagyok, azon kívül most már gyakorlatilag az irodalom meg a színház, ami összeköt. Tehát hogy az, hogy versek vannak, ez annyira nem ritka, egy hónapban van 6-7-8-10, attól függ mennyi ilyen típus előadás, mindig más tematikákban. De ez a kettő, amit most kérdeztél, ez ide készült, tehát hogy ezt ide raktuk össze. Az esemény egyik szereplője Adorjáni Bálint lett volna, de betegség miatt nem tudott részt venni. Azonban Hajdú Steve színművész örömmel ugrott be és helyettesítette kollégáját. Bizgető ujjal ülök a parton, térdemen épp a mobilon tartom. Jönnek a képek, mennek a posztok, ím lefotózzák just is a kosztot. Hopsza elében ugrik a képed, nem hiszem el már, hú, lepetézek. Öntöm a lájkot, zsibbad az ujjam, ez szerelem lesz, meg ne vakuljak, ez szerelem lesz. Nulladik látás, bennem ölem lesz, júj fel a csetre, már bepögyögni, úgy letaroltál, mint srácot. A rögbi. Hihetetlen, hogy ez a járványos időszak mindig okoz meglepetést, de ez annyira inspirál bennünket, hogy valami újat, valami több energiát kell adni, meg kell menteni egy előadást, hogy hihetetlen felfokozott állapotba viselkedik és játszik mindenki ilyenkor. Hát, hogy a szerelem mit jelent, az a legfontosabb szerintem a világon vagy az ember életébe, és tulajdonképpen ez a szerelem az a legszebb 2,5-3 nap az ember életébe, ami van, utána már megszokjuk, hogy ez is ilyen, de csodálatos. Én sokat köszönhetek a szerelemnek, a szerelmemnek minden reggel. Jó reggelt, szia, úgyhogy köszönök neki. Annyira föl tudok töltődni egy-egy ilyen Seres Tamás rendezésen, mert olyan kollégákkal találkozom, akikkel egyébként nem nagyon. Ugye már nincsenek rádiójátékok, hogy délutánonként a rádió pagodájába találkozzunk. Nem nagyon vannak olyan tévéfilmek, filmek, amikben mindannyian benne vagyunk, csak egy szelete a szakmánknak, és a Tamás még ez az utolsó mohikán, aki összehoz bennünket, és ez annyira föltölt, annyira jó a Szonyával, annyira jó a Begivel, úgyhogy nagyon jó vele, és ez mindig ilyen közös agyhullám, ami nem csak a szereplők között, hanem a nézőkkel is együtt vagyunk. És még ezt a múltkor is elmondtam a kolléganődnek, hogy az emberek annyira ki vannak éhezve, mentálisan annyira le vagyunk strapálva, egy ilyen hosszú vírus, egy háború, egy választás után, hogy nagyon-nagyon kell a feltöltődés, és erre igazán jók vagyunk.
web leszek, ha honlap vagy te drága. Ha tűzfal vagy én vírus leszek. Wrap leszek, ha te buksz a vegánra. Elszedted az eszem, mint szeszek. Jég leszek, ha viszki vagy, vagy vodka. Hőség vagy, párakapu leszek. Séf leszek, ha te főző csatorna. Légy sportoló, s én létsz, mely rezeg. Légy BMW, leszek rajtad index. Nem kacsintok, te mégis tudod. Leszek pokróc, mely leterítesz. Tedd rám összes napteljes tagod. Ha tréner vagy, én a polifómod. Webshopodban kedvezmény leszek. Fan leszek, ha élő videózol, like közönöm, tuti élvezed. Ha energiaital vagy, iszlak, felpörgetsz, nem alszom percre sem. Beszippantlak mélyen, hogyha koksz vagy, legyél az intravénás szerem. A Varró Dániel versei állnak a nagyon közel a lelkemhez, és a legutolsó verse az egyszerűen olyan, mintha nem én írtam volna, de mintha én gondoltam volna. Nagyon-nagyon nagy Varró Dániel fan vagyok, és mivel ő is karakter színész, mint én karakter színész, nem a szép fiú szerelmet éri meg, hanem a hétköznapi pocakos hasú szerelmet, ezért nagyon együtt tudok vele menni. Borbély Alexandra színművésztől megtudtuk, hogy számára is izgalmas volt ez a felállás és a közös produkció, valamint a művek tematikája is. Még nem szerepeltem együtt a Steve-vel, Hajdú Steve-vel, úgyhogy én igazából őt figyeltem végig, hogy mondja a verseket, meg milyen vele együtt játszani. Ilyenkor mindig, ha egy új partnert kap az ember, akkor az mindig izgalmas. Nagyon kedvesek az itteni emberek tényleg, és főleg a közönség, úgyhogy nagyon, nagyon szívesen voltunk itt. Majd remélem, hogy egyszer jövünk még, amikor sokkal jobb idő lesz. A szerelem az mindig nagyon jó téma, szerintem az mindig érdekelni fogja az embereket, és főleg ilyen, hogy is mondjam, egy ilyen vicces köntösbe öltöztetve még inkább, és úgy érzem, hogy elég termékenyek voltak az íróink és költőink a karantén idő alatt, úgyhogy van mit olvasgatnunk és felolvasnunk. Az vagy nekem, mint vegánnak tofu, mint bevásárló kocsinak a százas, mint párducnak egy zsenge, sánta gnú, mint Nurofen kúp, gyermeknek kilázas. Mint énektanárnőnek a hangvilla, mint adrenalin függőnek a rafting, mint csajszinak a 3D-s szempilla, mint hagyományőrzőnek a paraszt ing. Az vagy nekem, mint tudósnak a NASA, mint mozi látogatónak a popcorn, mint szemmöléjének a szavak násza, mint adócsaló betyárnak az offshore. Mint elnök pártagnak, kit megvezetnek, mint 1% civil szervezetnek. Nagyon érdekes, hogy mindig is a szavalóversenyeken is prózát mondtam, és mindig inkább a próza érdekelt, és valahogy szerintem ilyen 30 körül kezdtek érdekelni inkább a versek, és hát Nemes Nagy Ágnes versei a kedvenceim, úgyhogy mindig is azok lesznek. Most sem hiányozhatott a zenei alap a felolvasó estről, amelyet Lotfi Begi zenész biztosított a színművészeknek. A nyáron egy fesztivál keretében vendégeskedett városunkban, most pedig egy teljesen más szerepben láthatta a makói közönség, Seres Tamásnak köszönhetően. Eleinte ockodtam a dologtól, de most már nagyon, hát ugye szívem csücskelett ez a dolog, mert ugye ez egy ilyen, egy ad hoc jellegű, nincs előre nagyon megbeszélve, hogy mi fog szólni. Én olvasom, nézem a verseket, és ehhez mértem próbálok hangulatot, illetve zenei aláfestést a közönségnek csinálni. Szeretem, kedvesem, a profil képedet, csillámos körmödet, hangodra ébredek. Felvettem hangfájnak, most is azt hallgatom, fülimben búgatom, ha van rá alkalom. Szeretem rúzsodat, ujjadon krémedet, a kontaktlencsédbe végtelen révedek. Szeretem a kedvenc influencered, végtelenszer több ez, mint pusztán szereted. Szeretlek, ha nézed kedvenc sorozatod, én meg az arcodon a mat árnyalatot. Szeretem megfolyó szempilla festéked, mert letörölhetem, s megláthatlak téged. Szeretlek, kedvesem,
kódollak pixelen, arcod változását videón mixelem. Szeretlek, ha eszünk, szeretlek, ha iszunk, mikor piknikezünk, városban taliszunk. Remfázisom mélyén, te töltesz fel engem, te dobolsz agyamban, te úszol véremben. Talán foci meccset sem nézek, ha kéred. Remélem, hogy azért nem lesz ilyen kérésed. Ha kell, veszek macskát, vagy egy pincsi kutyát, vagy amit te akarsz, vagy amit anyukád. Bármit feláldozok, na jó, nem pont mindent, de jöhet pár óhaj, tartom ám a szintet. S ha zavar a zene, mit a szomszéd hallgat, éretted leverem, mint egy forradalmat. Szeretlek ám, cicám, háttérképen te vagy, szerelmemhez képest Niagara se nagy. Brutál mód szeretlek, bele fogok halni, te lógsz kulcstartómon, nem a Palvin Barbie. Apád, bratyód, öcséd, mindenkid én leszek, a saját kezemről lecsaplak tégedet. Anyám, nővér, hugi, csak te vagy én nekem, karaoke bárban hallgasd az éneken. Beírom telomba meg a laptopomba, égboltra posztolom, robbanjon, mint bomba. Akár egy erőmű, annyi hőt termelek, ellátok árammal egész kerületet. De az energia bizony nem az enyém. Minden kalóriát lényedből vettem én. Szerelmes típus vagyok, tehát hogy vannak férfiak, akik ezt nem vállalják be, 12 éve vagyok együtt a feleségemmel, de még a mai napig tudok neki szerelmet vallani. A verseket nagyon szerettem, át van itatva kis pajzán humorral, szókimondóak ezek a versek, úgyhogy azt gondolom, hogy a költészetnek ezt az oldalát a fiatalokkal igenis meg kell, hogy mutassuk, illetve meg kell, hogy szeretessük, mert azért ezek egyen vidámabbak, mint amiket az irodalomkönyvekben szoktunk olvasni, úgyhogy mindenkinek csak ajánlom ezeket a verseket. A nagy cél ellenére is sokan voltak kíváncsiak az előadásra, amely nagy sikert aratott. Seres Tamás által rendezett előadás a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósulhatott meg városunkban.